Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című hírháttér műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, kezdjük országos hírekkel, ügyekkel. Tavasz végén, nyár elején szó volt arról, hogy pártot alapítanak. Akkor ez legalábbis átmenetileg lekerült napirendről, most viszont újra napirenden van. Hogy áll a pártalapítás ügye? Hát ez egy hosszú folyamat, valójában nem került le a napirendről, mindig megígértem, hogy fogunk egy pártot alapítani. Most ennek a dokumentumai már elkészültek, úgyhogy elindítottuk ezt a jogi eljárást, és amikor a bíróság majd úgy dönt, akkor természetesen közöljük az érintettekkel is, és kinyitjuk a kaput, és várjuk szeretettel a csatlakozni szándékozókat. Olyan talányosan beszélt az egyik televíziós stúdióban arról, hogy mi lesz a párt neve. Igen, addig, amíg nem hagyják jóvá, addig nyilvánvalóan nincs értelme, tehát hogyha be bármilyen változás lesz, akkor mi a véglegeset szeretnénk csak majd közölni. Rákai Filip, akinek ugye Hódmezővásárhelyen is van érdekeltsége, a Rádió 7 révén, a Rádió 7 majd szóba kerül egy következő kérdésnél is, azt állította, hogy mindössze 11 helyről jött az Action for Democracy számlájára a pénz, ami aztán részben a Mindenki Magyarországa mozgalomhoz érkezett, hiszen más szervezetek is kaptak. Hogyan kommentálta ezt a videót, ami Rákai Filip Facebook oldalán megjelent? Hát bevallom töredelmesen, hogy a videót én nem néztem meg. Rákai Filipet sem tartom egyáltalán hiteles forrásnak semmilyen tekintetben. Én rákérdeztem ennél a szervezetnél erre a hírre, hogy mi a válaszuk. Tudomásom szerint a sajtónak tegnap nyilatkozott is ebben a kérdésben az Action for Democracy. Ők nem azon az oldalon gyűjtötték az adományokat, tehát ilyen egyszerű. Az, hogy azon az oldalon is jött 11 adomány, az nem. Én nekem egyébként elküldött, hát most meg nem mondom, valamilyen Blue nevű adománygyűjtő oldalnak például egy oldalas kivonatát, és volt olyan nap, amikor az elszámolás, mint tudom, hetente történik, és volt olyan sor, ahol 648 adomány, 18.500 nem tudom hány dollár érkezett. Tehát volt olyan egyetlen egy nap, amikor 650 adomány érkezett hozzájuk, tehát nyilvánvalóan nem 11 adományozó volt, azon az egy oldalon, amit Rákai Filip megtalált, nyilván az ő tehetségét minősíti ez, ott lehet, hogy 11 volt a számláló. A mi szempontunkból is ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy az Action for Democracy Amerikában gyűjtött ottani magyaroktól adományokat, erre Korány Dávidnak és az Action for Democracy-nak kell válaszolni. Azt, hogy a datadat itt nálunk, nekünk, a mi megbízásunkból is, és elsősorban nekünk szolgáltatásokat végzett ebben a kampányban, erről természetesen a datadat örömmel áll rendelkezésre, adat válaszokat. Mi a teljes kampány elszámolásért feleltünk az MMM szempontjából, és csak az MMM pénzeiért, és rendkívül büszke vagyok arra, hogy kiharcoltuk, hogy a titkosszolgálati jelentést hozzák nyilvánosságra, és senki másnak a magyar politika történetben nincs ilyen bizonyítványa, hogy a magyar titkosszolgálat hosszas, több hónapos nyomozás után fillére pontosan azt találta, amit mi hónapokkal ezelőtt bejelentettünk. A legőszintébb, legtisztességesebb, legbecsülesebb elszámolást kampánypénzekkel egyedül a Mindenki Magyarországa mozgalom tette meg eddig Magyarországon, erre nagyon büszkék vagyunk. Ez egy olyan történelmi mérföldkő, amit szeretném, hogyha a Fidesz és az ellenzéki pártok is természetesen követnének. Egy másik hírrel is visszamehetünk az országos politika színterére, méghozzá a kampány időszakára, és ez a hír tegnapi. A Riposzt ugyanis tegnap helyreigazítást közölt, miszerint 2022. január 12. napján megjelent Márki-Zay nekiesne a vidéki szülészeteknek, sürgősségi ellátásoknak című cikkükben valótlanul állították, és akkor itt jön a megfelelő szöveg, bár bereteszik természetesen azt, hogy a baloldal miniszterelnök jelöltje. Elég későn jön a helyreigazítás. Ezt tudjuk. Végig hazudták a kampányt. Azt hazudták, hogy nem fognak hozzányúlni a rezsicsökkentéshez, hogy megvédik a családokat az adóemelésektől, hogy megmaradnak a különböző jóléti intézkedések, és Magyarország száguldva rohan előre és utoléri Ausztriát. Ma már azt hiszem, hogy nem csak a tanárok, nem csak a különböző szakszervezetek tagjai és a többi látják és tapasztalják a bőrükön, hanem bizony a nyugdíjasok, a postabezárások áldozatai, a kórházbezárások áldozatai látják, hogy a Fidesz végig hazudta a kampányt és sokszorosára emelte a villany és gáz árát. Én most csak azt szeretném ebből hangsúlyozni, hogy a Makkóvásárhelyi körzetben
én azért küzdöttem, hogy Makón újra nyíljon meg a szülészet. Ezzel szemben hazug módon azzal vádoltak, hogy ha mi kormányoznánk, akkor mi bezárnánk a szülészeteket, vagy a sürgősségosztályt. Bebizonyosodott, hogy soha, sehol nem mondtam ilyet. Nem véletlen ajánlottam fel számos más hazugságokkal kapcsolatban is. Én azt a felajánlást tettem, hogy ha bárki bebizonyítja, hogy én tényleg ilyet mondtam volna, és nem ilyen 4 másodperces kivágások, hanem amikor valaki végighallgatja, hogy mit mondtam teljességében. Adok 1 millió forintot, adok. És érdekes módon senkinek nem kellett adjak 1 millió forintot, mert nem én hazudtam, hanem ők. A Riposzt most helyreigazítást tett is közzé. Nyilván nagyon kevés esetben fordultunk mi helyreigazításért a bírósághoz, de ez egy ilyen eset, és több más mellett ez is bizonyítja, hogy végig hazudták a kampányt. Az 1 millió forint majd más ügy kapcsán is szóba kerül, de először nézzük azt, hogy a Rádió Hétben, ha már itt Rákai Filipről volt szó, a Rádió Hétben ma délelőtt Gémes László megyei közgyűlés elnöke volt a vendég, és arról beszélt, hogy még idén elbírálják az úgynevezett top plusz pályázatokat, a folyamatban lévőket, és a munkafolyamatban 3 féle polgármesterrel találkozott, ha nem is szó szerint, de nagyjából úgy hangzott el, hogy Makóval nagyon jó, gördülékeny volt a munka, Szentes hagyta, hogy segítsenek, Vásárhely viszont nem volt egyszerű eset. És fölemlegette azt a bizonyos ügyet, hogy az ő kérésükre Vásárhely bevette végül a civil és egyházi szervezetek forráshoz jutásának lehetőségét a városfejlesztési stratégiába. Hogy fogadja azt, hogy egyáltalán a megyei önkormányzat koordinációjával juthat hozzá a 7,5 milliárdos keretéhez Hódmezővásárhely megyei jogú városa? Hát nagyon sokszor elmondtuk már például azt, hogy a tolvaj politikusokat nem számoltatják el, nem ültetik le börtönbe, még akkor sem, hogyha jogerős, letöltendő börtönbüntetési ítélete van. Hogy a Fidesz hogyan csatornázza a közpénzeket a saját médiájához, hogyan zárja ki az általunk, a mi adónkból fizetett közmédiából az ellenzéki politikusokat, de még ebben a fideszes pártállamépítésben is egy szint az, amikor Hódmezővásárhely megyei jogú város fejlesztési terveit annak a Csongrád megyei fideszes vezetésnek kell jóvá hagyni és koordinálni, ahova mi nem is tartozunk. A megyei városoknak a lakosai nem szavaznak a megyei közgyűlés tagjaira, nincsenek ott képviselve, nem onnan jön a pénzünk, tehát 2 teljesen független szervezetet sikerült aláfölé rendeltségbe hozni, pusztán azért, mert speciál az összes megyei közgyűlés mind Fidesz irányítású, tehát a kormány így tudta az ellenzéki vagy független irányítású megyei városokat is teljesen jogszabály és jogállami logikával ellenkező módon berendelni egy fideszes politikai szervezet alá. Amely fideszes politikai szervezet bele akar szólni abba, hogy Hódmezővásárhelyen mit és kik építhetnek. Mi pedig a vásárhelyeknek fontos fejlesztéseket akarjuk. Nem low wellness-t akarunk, nem fél méter magas kilátókat akarunk, hanem a vásárhelyeknek fontos fejlesztéseket akarjuk, és nem engedjük, hogy ellopják ezt a pénzt. Én úgy látom, hogy a Gémes László kérése, miszerint a Vásárhelyi terve kerüljön bele az, hogy az egyházak és civil szervezetek is pályázhatnak a Vásárhelynek járó pénzre, az egyszerű lopási kísérlet. Én szerintem egyszerűen arról van szó, hogy ők már kitalálták előre, hogy melyik egyházakon vagy civil szervezeteken keresztül tudnának mégis lopni a Vásárhelynek járó 7,5 milliárd forintból. Úgyhogy természetesen ebben a jövőben sem leszek együttműködő, semmilyen lopásban nem vagyok hajlandó asszisztálni, és természetesen mindig ki fogok állni a vásárhelyiek pénzért és a vásárhelyiek anyagi érdekéért. Ez azért merész feltételezés, hogy ön ezt sejti e mögött. Igen, én határozottan ezt sejtem e mögött. Őszintén szóval én csak ilyen példákat látok eddig. Én azt látom, hogy amikor mi valamit meg tudunk csinálni 90 millióból, akkor jön az állam, elviszi a projektet és megcsinálja 160 millióból. 162, hogy pontos legyen. Akkor nézzünk. Látom azt, hogy amikor mi pályáztatunk valamit, akkor 4,7 milliárd, de max 6,3 milliárd, aztán jön az állam, Mészárost fogja megbízni 16 milliárd. Szennyvíztisztító? Ugye? Tehát én azt látom, hogy folyamatosan ez csak a lopásról szól, de én amikor a Vásárhelyi régi ügyet, az én polgármesterségemet megelőző időszakot nézem, ott is azt látom, hogy csak a lopás folyamatosan, mindig ugyanaz a 5 vállalkozó nyert mindent, egy kőművesen nincs. Akkor is ő nyeri az építési beruházást is, hogy egy alvállalkozó töredék annyi pénzből megbíznak, azt csinálja a munkát, de közben beiktatnak egy
fideszes kedvencet, és az elviszi a pénz nagy részét. Minőségi reklamációt nem is lehet, a legpocsékabb munkákat végezték. Tessék csak a Királyszék utcáról a Kodály lejárót megnézni. Olyan szöget vittek be abba a lejtőbe, hogy fönnakadnak rajta a teherautók, és elfogadta valaki, és nem reklamált. Az óvodákat Lázár János egyik kedvenc kivitelezője, aki csinálta. Nem reklamálták meg, mi megreklamáltuk, megjegyzem. És pocsék munka, borzasztó minőségbe végezték a munkákat, de ugyanezt tessék a Dobó Bibójanáki házait megnézni, pocsék minőségbe végezték az ott élő szerencsétlen embereknek. Az fideszes rossz munkának a következményét kell elszenvedniük. Azóta is. Mert ahol lopás van, ott érdekes módon még reklamáció sincs. Hírportálunk összevetett egy Szegedre jutó pályázati forrást, vagy kormányzati forrást a három vásárhelyi iskola aktuális felújításával, és azt találta a cikk írója, hogy nagyjából akkora összeget kap a Grosics Akadémia stadionja, 700 valahány millió forintot, amennyiből éppen föl lehetne újítani a három vásárhelyi iskolát, amiről beszéltünk is a múlt héten. Van-e esetleg a három vásárhelyi iskola ügyében fejlemény? Engedik-e, hogy csak két épületet újítsanak föl? Módosul-e a kiírás? Igen, a legutóbbi alkalommal úgy emlékszem, beszámoltam arra, hogy szóban már jóvá hagyták azt, hogy amennyi pénzünk lesz, azt megpróbáljuk arányosan elkölteni. Erre most írásban is megjött a válasz a minisztériumból, az irányítóhatóság részéről, tehát ennek a birtokában már is elindult ugye a kiírás, hamarosan remélem most már megjelenik majd a közbeszerzési hatóság engedélyével, akkor a központi közbeszerzési honlapon. Tessék pályázni, egyelőre a háromból, én azt gondolom, hogy ha jó árat kapunk, akkor kettőt egész évben meg tudunk csinálni, és ha még marad pénz, és mi egy átcsoportosítást fogunk még kezdeményezni további 90 millió forint ráemelésével, azokat a pénzeket is megpróbáljuk még maradéktalanul erre a célra költeni, a tankerületnek, az iskoláknak, annak erre, hogy ők nem együttműködőek, mi a vásárhelyi iskola épületek felújítását akkor is támogatni fogjuk. Mit szól ahhoz a hírhez, hogy újabb 8 úgymond engedetlen pedagógust bocsátottak el a fővárosban? Hát én azt gondoltam, hogy a Fidesz talán már tanult abból, hogy a tanárok és a diákok egyként álltak ki. Itt Hódmezővásárhelyen is, múlt héten is volt egy újabb kiállás a pedagógusok érdekében. Én azt hiszem, hogy a megfélemlítés fegyvere nem jött be a Fidesz számára, visszafelesült el. Én már egy évvel korábban is elmondtam, hogy ha a tanárok, az orvosok és a többi kiállnak a jogaikért, akkor a Fidesz kormánynak is meg kell hátrálnia. Most az Európai Unió is kiáll a jogaiért, ne lopják el az uniós adófizetők pénzét, és a Fidesz folyamatosan hátrál. Tehát igenis, hogyha a Fidesz erővel találkozik, akkor átmenetileg még a lopást is hajlandó felfüggeszteni, és átmenetileg el lehet érni. Például a tanároknak is már legalább ígéretek születtek arra, hogy fognak béremelést kapni, ne csak a miniszterelnök bérét emeljék, könyörgöm, tessék az egyszerű, szerencsétlen szegény embereken segíteni végre, és ne csak a fideszes vezérkar gazdagodjon tovább. A tanárok fizetése az egyik fő kérdés ugye a tiltakozási hullámban, de közben kiderült az, hogy miközben a tanárok, a pedagógusok jutalmat nem nagyon kaptak, a tankerületi vezetők jócskán kaptak jutalmat, és azt is megírtuk egy országgyűlési képviselő kutatásai nyomán derültek ki ezek az adatok, hogy mekkora jutalmakat kaptak a tankerületi vezetők. A vásárhelyi tankerület vezetője is 1,5 millió forintos jutalmat kapott, és amikor mi ezt közzétettük, ezt a hírt, akkor az öntámadó Facebook oldal kommentálta talán elsőként ezt a hírt, és összevetette azzal, hogy a közgazdasági iroda vezetője 1,3 millió forint jutalmat, majd lehet, hogy kijavít, hogy 13. havi fizetést kapott két év alatt. Hogy mit kell ezen csodálkozni, hogy 1,5 milliót kap a tankerületi vezető, miközben a közgazdasági iroda vezetője ennyit kap. Összevethető ez a két összeg és jutalom? Hát lehet, hogy az összeg összevethető, de az egésznek a logikája, a két kultúra az nem. Tehát két teljesen különböző kultúráról van szó. Én láttam Hódmezővásárhelyen a Városházán, mielőttünk még a jogszabály szerint kötelezően a dolgozóknak megadandó nyelvpótlékot sem fizették ki. Nőnapra nem adtak egy szál virágot se az ott dolgozó hölgyeknek. A vezetők maguknak óriási jutalmakat, 4,
havi fizetést adtak minden évben, meg két havi fizetést az alpolgármestereknek, és a többi. Azt látjuk ott is, azt látjuk a tankerületnél. És a fideszes tankerületi vezető az egy pártkáder, azt politikai alapon tették oda megfenyegetni, rendet tartani, a tanárok fölött ellenőrzést gyakorolni, és a többi. Ezeket az embereket a Fidesz megfizeti, hiszen másfél milliós jutalmat kap valaki, aki egy politikai funkciót tölt be, miközben a tanárok semmit nem kapnak. Tehát a tanárok nem kapnak jutalmat, a fideszes vezető hazavisz, nem tudom, neki ez mekkora fizetése, de másfél millió forintos jutalmat. Ez egy kultúra. Láttam ezt a Városházán. Az előző ciklusban, az előttiben ide nyilvánvalóan a fideszes vezetés alatt. Látjuk ezt a tankerületeknél, látjuk ezt Orbán Viktornál, látjuk ezt Matolcsi Györgynél. A saját fizetésüket magasra viszik, maguknak visznek trafikot, erőművet, kaszinót, mindent maguknak. Az egyszerű dolgozóknak, a tanároknak semmit. Nincs béremelés, nincs jutalom, és a többi. Ordító ellentét. Ezt nem lehet összehasonlítani azzal, ami most van a Városházán, mi megadjuk a dolgozóinknak. Minden évben infláció fölötti béremelést adtunk nekik, minden évben megemlékezünk a nőnapról, virágot adunk nekik, és 13. havi fizetést, jutalmat vezettünk be teljesítmény alapján, differenciáltan a legjobbakat kiemelten jutalmazzuk, és bizony azok az emberek, akik több száz millió forintos spórolással, több száz milliós bevételhez juttatják az önkormányzatot, mindig meg fogjuk becsülni a munkájukat, és igen, ők jutalomra is méltóak, és fognak is kapni a jövőben is. De az a különbség, hogy nálunk a 65 millió forint kiosztott jutalomnak a 80%-át vagy 70%-át a dolgozók, az egyszerű dolgozók kapják, és e fölött kapnak ugye a vezetők. Azóta után néztem, és a jegyzőasszonynak is fogunk adni jutalmat idén is, tavaly is a jegyző úr, emlékeim szerint most már információm szerint kapott, legutóbb azt mondtam, hogy a jegyző nem kapott, de kiderült, hogy a jegyző is jogosult, ő is benne van ebben a 13. havi tervben. Tehát magyarul a dolgozóink kapnak, az alpolgármesterek, a polgármester nem, de a dolgozóknak adunk. Ez a Fidesz idejében pont fordítva volt. Ők maguknak adtak jutalmat, a dolgozóknak nem. Tankerület. A vezetőnek adnak jutalmat, a tanároknak nem. Ez egy más, a gyulai tankerületnél volt botrány annak idején, hogy az épületek, leromlott iskolaépületekbe megy a tanítás, a gyerekek nem számítanak. A tankerület, ahol ezek az agyon jutalmazott politikai komisszárok ülnek, ők a saját épületüket felújították sok millióból. Tehát más kultúra, ezt nem lehet összehasonlítani. Az egyik a lopás, a bestelenség, a megfélemlítés, a pártállam logikája, a másik a demokrácia, a jogállam, a tisztesség, a becsület kultúrája. Mi ebben a másodikban hiszünk. Mielőtt a beszélgetés rögzítésére megérkezett a stúdióba, három roma politikussal tárgyalt. Miről volt szó? Hát egyrészt a nagy nyilvánvalóan a hazai cigányság jövőjével kapcsolatosan beszélgettünk, az országgyűlés kapcsán ugye az ottani bizottságok helyzetéről sikerült egy cigányság jövőjével kapcsolatos bizottságba a Magyar Országgyűlésnek nem egy ellenzéki, de roma politikust, hanem egy fideszes politikust, aki nem roma, delegálni. Tehát úgy látszik, hogy a fideszesség, a párthűség az fontosabb, mint a roma származás akkor, amikor a roma ügyekről van szó. Ezt szomorúan hallottam Varga Ferenctől. Ő országgyűlési képviselő, Szegvári Vásárhely jó ismerője és kedves barátunk. Ezen kívül Lakatos Béla és Bogdán János, az MMM két roma politikusa volt még itt most velük. Beszélgettünk, és többek között a Mátray Attila és Bogdán László díjakról beszélgettünk, amit december 10-én a KIAG este 5 órakor, szombat este 5 órakor kezdődő gála estjén fogunk átadni majd ünnepélyesen. A Mátray Attila díj a Hódmezővásárhelyi cigányság fejlesztéséért, az önkormányzat díja lesz majd szándékaink szerint. A Bogdán László díjat viszont én magam fogom megalapítani, nyilvánvalóan a család támogatásával és egyetértésével, mindazoknak a kiváló embereknek, akik a hazai cigányságért sokat tesznek, és a diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés ellen tesznek. Az számomra teljesen elfogadhatatlan, amit kedves makói ismerősök meséltek évekkel ezelőtt egy makói cégnél, amikor felvétel volt, sokan álltak ott sorban, és akkor a munkáltató az eleve rámutatott a cigányokra, és mondta, hogy ti mehettek haza. Tehát azt, hogy valakit nem ismerve a képességeit, a becsületét, a szorgalmát, pusztán a bőrszíne miatt hátrányos megkülönböztetés ér, ez keresztény szemlélettel, keresztény emberek számára teljesen elfogadhatatlan. Úgyhogy mindhalálig fogunk küzdeni azért, hogy a hazai cigányságot ugyanolyan megbecsülés övezze, mint a nem cigány magyar állampolgárokat.
azt a szeretetet szeretnénk kivívni, ami minden egyes embernek, minden tisztességes, becsületes embernek jár. A tisztelet, a becsület, a szeretet, az elfogadás. Egy másik tárgyalása pedig a stúdióbeszélgetés után kezdődik majd, a kisposták ügyéről egyeztet. Milyen ajánlattal megy? Hát, hogyha már az előbb hallottuk, hogy a Szegedi Futball Akadémia 700 millió forintot kap, hogy látjuk azt, hogy még mindig miközben megszorítás van, emberek éheznek, emberek fáznak. Óriási válságban Magyarország, nem lehet cukrot kapni, nem lehet benzint kapni, vagy dízelüzemanyagot. Hódműző, egy megyegó városban van olyan nap, hogy sehol nem lehet adott típusú üzemanyagot tankolni. Alapvető megélhetési problémák vannak az embereknek. Tényleg óriási probléma az, hogy kerül egy rászoruló szegény gyermeknek a karácsonyfa alá bármilyen ajándék. Tehát ebben az iszonyatos helyzetben azt látjuk, hogy az egyik oldalon két kézzel szórják még mindig a pénzt. 700 millió forintot ennek a futballegyesületnek biztos, hogy most szükséges ez. Matolcsi fizetését, a jegybank, fideszes jegybank elnök vezetőjét milliós fizetésemelést adni, biztos, hogy most szükséges ez. Orbán Viktornak megduplázni a miniszterelnöki fizetését, több millió forinttal emelni havonta, biztos, hogy most szükséges ez. És a másik oldalon azt látjuk, hogy bezárják a Susáni postát, bezárják a Csúcsi kispostát, bezárják a Szikáncsi postát. 10 kilométerre járjanak be az emberek azért, hogy adott esetben pénzt tudjanak fölvenni, adott esetben a posta ügye csomagot tudjanak feladni, az ő küldeményeiket át tudják venni. Tehát, hogy ezt az ordító ellentétet, aközött, hogy saját maga az ország vezetői a saját gazdagodásukról nem hajlandóak lemondani, a saját luxus életmódjukról, hogy repülővel utazgatnak, nem is egy, hanem két repülővel megy a külügyminiszter és a miniszterelnök Üzbegisztánba. Hogy ők arról nem hajlandóak lemondani, hogy esetleg van elég hely egy magánrepülőgépen két embernek is, nem kell két repülővel menni, de nem. Erről nem tudnak lemondani, az emberek nyomora problémái viszont egyáltalán nem érdekli őket. De hát aki nem gyalogjár, hanem luxusautóval, az nem tudja, hogy milyenek az utak, az nem tudja, hogy milyen problémái vannak a szegény embereknek, őt nem érdekli. Én azt látom a posták ügyében is. A mai napon remélhetőleg sikerül előrépést elérni, a posta vezetőjét kerestük, azt ígérték, hogy ma megkeresnek, vagy visszanozzák a megkeresésünket, és tárgyalunk. Eddigi tárgyalások alapján azt látjuk, hogy ők nem csak a bérleti díj, amit felajánlottunk, hogy ha nem zárják be, akkor mi lemondunk a bérleti díjról az önkormányzat nevében. Nem csak a rezsi, ami hát mindenkit sújt, bennünket legalább annyira, mint a nyereséges Magyar Postát, hanem még a bér támogatását is kérik, jól lehet, nem is bocsájtották el a dolgozókat. Én azt gondolom, hogy a mi érdekünk az, hogy a vásárhelyi embereknek legyen postája, és egy nyereséges állami céget a veszteséges és állam által szorongatott önkormányzatnak kisegíteni, ez végtelen igazságtalan. De mi mindent meg fogunk tenni, ami lehetőségünk van, amire engem például a közgyűlés is felhatalmazott a bérleti díj és a rezsi esetében, hogy mi hajlandóak vagyunk segíteni a postának, csak ha tartsa nyitva ezeket a szolgáltatásokat. Lázár János, a Fidesz, ne zárassák be a postákat. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a tárgyalás eredménye, és beszámolunk majd róla. 40-50 négyzetméteres lakóegységek érkeztek a kempingbe, régóta várták már a fürdő vezetői is, meg a város vezetői is ezt a fejlesztést. Még nem az összes, mert ezekből az összkomfortos, fűthető, hűthető házikókból még jön néhány, ha jól tudom. Így van. Ugye nekünk nagyon fontos volt, hogy az előző vezetés által bezárt kempinget újra nyissuk. Egészen unikális az, hogy a város szívében van egy termálfürdő mellett egy kemping. És ez nagyon népszerű is volt a német, holland, más külföldi vendégek és hazai vendégek körében is. Vásárhely turizmusának is jót tett, annak idején egy szerény bevétellel hozzájárult a fürdő működéséhez is. Mi ezt szeretnénk visszahozni, ennek érdekében a tavalyi évben 50 millió forintot, az idei évben 340 millió forintot költöttünk ennek a kempingnek a visszaépítésére. Nagyon jól haladnak a munkálatok, ebben benne van egyébként egy szép történelmi épület, a valaha vendéglő, én időmben már csak öltözőként működő régi épületnek a visszaépítése eredeti funkciójában és mindig inkább eredeti állapotában. És benne vannak ezek az apartmanházak is, úgyhogy nagy örömmel láttuk már most, ha valaki a Népkert mellett akár csak autóval megy el, ott is láthatja ezeket az épületeket.
megjöttek ezek a mobilházak, még csapadékelvezetési feladatok vannak a kempingen. Egyébként ugye szeptemberben reméltük, hogy ez elkészül. Végül is a szezonok szempontjából már az is késő lett volna az idei szezonban. Jövő évi szezonra viszont remélem, hogy akadálymentesen már működni fog a kemping. A legutóbbi alkalommal beszéltünk már róla, de nem árt újra szóba hozni. A vásárhelyi gyerekek, a rászoruló vásárhelyi gyerekek az önkormányzattól karácsony előtt mire számíthatnak? Hát említettem, hogy sajnos olyan megszorítások vannak Magyarországon, nyilvánvalóan nem a szankciók, nem is igazából a háború miatt, hanem a kormányzati politika miatt, hogy a szegényeken verik el a port. Azt látjuk, hogy a szegény embereknek óriási problémáik vannak az idejében, ezért az önkormányzat mindent megtesz, amit tud a szegény emberek segítésére. Ezért kértük azt, hogy akiknek sok millió értékű földjeik vannak, és azt nem maguk művelik, hanem bérbeadják, egy kis picike hozzájárulással segítség közvetlen a szegényeket. Amit tőlünk elkérünk, 100%-ban megy a szegényeknek. Egyből. Vannak fideszes logika szerint támogató városok, ahol a gazdag emberek is ugyanannyi támogatást kapnak, mint a szegények. Azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak a szellemében ez nem igazságos. Mi a rászoruló szegény embereket akarjuk segíteni, és nem a gazdagokat. A gazdagok, hál' Istennek, tudnak magukról gondoskodni. Ebben a szellemben mi a tavaly még fejenként 4000 forintos ajándékot most egy 12000 forintos Müller utalvánnyal váltjuk ki. Azt remélem, hogy a rászoruló családok a Müllerben a gyermek számára fognak venni édességet, ajándékot, játékot, hiszen ott leginkább ezeket a termékeket lehet megvenni. Ezt most kivételesen ne a megélhetésükre, ne kenyérre, tejre fordítsák, ez most legyen a gyermek ajándéka a karácsonyfa alatt. Ez a célunk, és ezért is szervezzük meg azt az ünnepélyes átadót, hogy egyébként december 20-ától vehetnék át, de azok, akik eljönnek erre a műsorral, gyermekek számára is érdekes műsorral egybekötött Mikulás napi ünnepségre, azoknak már december 6-án át fogjuk ezt adni. És egyben hadd jegyezzem meg, hogy mennyire hálás vagyok a Kultik mozinak, a Hódműzővásárhelyi mozinak a Láng utcában, hogy ők egy jótékonysági vetítéssel szintén a hazai 150 vásárhelyi rászoruló gyermeket fognak majd meghívni egy gyermekvetítésre majd. És hát azt is hadd mondjam el, hogy minden megszorítás ellenére is egy nagyszerű karácsonyi vásár nyílt meg. Most vasárnap az adventi koszorú első gyertyának meggyújtására nagyon sokan jöttek el ide Hódműzővásárhelyi főterére. Bajna István atyával és Demeter János református lelkésszel közösen, ünnepélyesen az város adventi vásárát megnyitottuk, az adventi időszakot elkezdtük megünnepelni. Nagyon sokan voltak és nagyon örülök nekik, és biztos mindenkinek feltűnt, hogy az óriás kerék mellett most egy körhinta is van. Francia városokban ez hagyomány és szokás is volt már nagyon régen, én örülök neki, hogy itt Hódműzővásárhelyen is megvan ez a lehetőség úgy, hogy ráadásul rászoruló gyerekeknek is ajánlom a figyelmébe. Felnőtteknek évi 2000, gyermekeknek csak évi 1000 forintos díjért van városkártya, Hódműzővásárhelyi városkártyával, vagy az egyik, vagy a másik attrakcióra minden egyes nap ingyen fölülhetnek. Tehát mindenkinek, akinek városkártyája van, vagy az óriás kerékre, vagy a körhintára egy fuvarra a város vendége naponta. Végezetül a hétvégén azokat a muskátlikat osztották szét a piacon, amik a város kandelábereit díszítették az elmúlt hónapokban. A város nem tudja ezeket átteleltetni. Voltak, akik örömmel fogadták az ajándékot, és megoldják az átteleltetést. De az új hír az, hogy még egy virágosztás is lesz. Igen, kiderült, hogy a múlt héten összegyűjtött mennyiség az még nem a teljes, hiszen azokat vittük ki, amelyeket már leszettek a kandeláberekről, még azokat sem mind, de azóta tovább gyűjtötték be a nyárára kihelyezett muskátlikat a lámpaoszlopokról, és ennek megfelelően egy újabb adagot, körülbelül ugyanakkor adagot, mint most múlt vasárnap. Ezen a vasárnap is, most vasárnap is reggel 8 órától a piacon szétoztunk az igénylők között. Eddig az volt a szokás, hogy a város ezeket kidobta, hiszen a korábbi átteleltetési kísérletek azok kudarcot vallottak, tehát a város nem tudta ezt megoldani. De nagyon sok ismerősöm jelezte, hogy ők ezt meg tudják oldani. És ezért a város vezetése úgy döntött, hogy adjunk egy lehetőséget azoknak, akik hazaviszik ezeket a muskátlikat, esetleg megmetszik, egy fagymentes helyen átteleltetik jövőre, akár meccés után, de újra kiültethetik saját maguknak, és gyönyörködhetnek a muskátléban. Úgyhogy ha valaki még nem részesült, nem kapott vasárnap és szeretne, jöjjön ki vasárnap 8 órától a piacon. Osztunk a múltkor az a mennyiség, amit
tudtunk adni, az elfogyott egy 40 perc alatt körülbelül, de mindenkinek jutott, aki jött. Tehát aki időben odaért, 9 óráig mondjuk megjelent, azok minden, vagy 3-4-9-ig, azok mind kaptak. Most is úgy vagyunk, hozzanak egy nájlonzacskót vagy kosarat, és vihetik a muskátli töveket. Ezzel is virágosabb lesz a város jövőre. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, nézőinknek a figyelmet köszönöm. Időben című műsorunkat látták, viszontlátásra!